milyen problémái voltak még? Hát az, hogy a tervezés központilag történt, általában politikusok és hivatalnokok terveztek. Ezek az emberek elég távol voltak a mindennapi élettől, nem beszélve arról, hogy azok nem nagyon számítottak, hogy mik az országnak az adottságai, előírtek. vas és acél országa, talán még ismerős is ez a, ez a kifejezés, hogy ez legyen Magyarország egy olyan ország, amelynek az adottságai semmiképpen, mert se vasérce nincsen, Udabán volt valami kellőben, se az energia nem áll rendelkezésre, amely az vas és acél gyártáshoz elkerülhetetlen, és a szállítási útvonalak sem az igaziak. Hát Azért került Dunaújvárosba ugye az a e, vasmű, amelyik hát manapság éppen, mint tudjuk, elég rossz helyzetben van, mert hogy a Dunán uszályokkal szállították a vasércet, és akkor legalább ezt a szállítási útvonalat, ezt a tervezők figyelembe vették. Ezen kívül még elhanyagolták teljes egészében az infrastruktúra fejlesztését, főként a távközlési infrastruktúra, elődés horror történeteket tudnának mesélni azok, akiknek hozzám hasonló hát, fehér haja van, vagy még talán annyi sem, hogy mi minden képzelhető el egy olyan esetben, amikor Budapest és mondjuk Székesfehérvár között egy napon keresztül nem lehet hivatalos célból sem telefon kapcsolatot létesíteni, mert erre nincsen mód, és ugyanez jelentette az utakat, ugyanez jelentette az infrastruktúra egészét, nem beszélve a környezetvédelemről, ami akkor még egyszerűen nem is létezett, az a gyár volt a menő, amelyik nagy füstöt, nagy fekete füstöt, hát mert ott dolgoznak.